a Bátor István elméleti liceum előtt vagyunk. Innen indul május 12-én a Jókai Mór emlékes teljesítménytúrák kerékpáros változata. A harmadik írás, látszik az első írás van a pólomon, 2 évvel ezelőtt volt. Ugyanakkor a Büki Campingtől indulnak a gyalogosok, az 55 kilométeresek, Szindről a 17 és 30 kilométeres gyalogos túraváltozatok, Várfalváról pedig a 10 kilométeres túra. Ezen kívül még mit kell tudni erről az emlék- és teljesítménytúráról? Hát ez egy régi hagyományokkal rendelkező rendezvénysorozat. Az első kiírása a gyalogosnak 1998-ban, most már 21. a kerékpáros, ugye az fiatalabb, most a harmadik van. Kata, Páncél Kata mellette már, ő részt vett múlt évben mind a 3 kerékpáros teljesítménytúrákban, átadom neki a szót. Mit ajánlasz azoknak, akik részt vesznek a Jókai, mivel csábítod őket? Köszönöm a szót. Ha valaki kalandra, esetleg embert megpróbáló túrákra vár, akkor csak nyugodtan jelentkezzen. Akár a gyalogos, akár a kerékpáros túrákra, mert az EKE az mindenkit szívesen vár. Hány táv közül választhatnak azok, akik beneveznek? A gyalogosok 4 táv közül 10, 17, 30 és 55 kilométeres, ez csak a profitnak eljön. Ugyanakkor a kerékpárosok szintig egy útvonalon haladnak, egy azon útvonalon, szintől pedig 19 változat áll a rendelkezésre. Mennyi? 19, 1-20. Bejelentkezni a Kolozsvári EKE honlapján, ekekolozsvár.ro, per teljesítménytúrák lehet. Az első nevezési időszak, kedvezményes, vasárnap este, éjfélkor lezárul, tehát 29-én este. A második késői nevezési időszak, május 7-én délben. Tehát mindenki biztatunk, hogy minél hamarabb jelentkezzen. Kata, te több biciklitúrán vettél részt. Melyek voltak ezek, és milyen tapasztalataid vannak? Biciklizni mindig jó, és mindig kell. Voltam már a János Zsigmond Unitáris Kollégium által szervezett 2 bicatúrán, és azóta, mióta szerelmes lettem a biciklizésbe, elkezdtem részt venni az EKE által szervezett bicatúrákon is. Ez Kóskároly? Kóskároly, Vasvári és a Jókai, ami most lesz nem sokára, május 12-én. Hol szerezhetnek több információt azok, akik beneveznének és érdeklődnek az emlék- és teljesítménytúra iránt? A túra honlapja nagyon informatív, mindenkinek szívesen ajánljuk. Szép lassan az elkövető napon már 3 nyelven is elérhető lesz, jelenleg már van magyar és angol nyelven. Minden információt ott megtalálunk. És pedig www.ekekolozsvár.ro per teljesítménytúra.